Nagy örömmel köszöntök minden kedves érdeklődőt! Én Ferro Gamer vagyok, és ebben a videóban egy igazi technika történeti érdekességet, egy igazi videórögzítési különlegességet szeretnék nektek bemutatni, amely nem lesz más, mint a képen látható Iptec Pocket DV T100LE típusú videórögzítésre és fényképezésre alkalmas kézi berendezés. Na, ez egy egész flash kis megfogalmazás volt. Na, de mit kell tudni róla? Rögtön kettő különlegességet tudok megemlíteni ezen kézi kamerával kapcsolatban. Az egyik az, hogy 10 éves, tehát 2006-ban gyártották, tehát ez, hogyha technikai elavulást nézzük, az ezzel kapcsolatos szempontokat figyelembe vesszük, akkor ez egy igencsak öreg, igencsak idős képrögzítő eszköz. A másik az, hogy soha nem volt használva. Tehát ezt legyártották, szépen el lett csomagolva, és szépen végig pihente vadonatúj állapotban azt a 10 évet, amíg én meg nem vásároltam. Úgyhogy ebből a szempontból ez egy elég izgi kis kicsomagolás lesz, ugyanis én leszek az első, aki ezt a kamerát be fogja üzemelni. No de, nézzük meg a dobozt, hogy mi hogy hány méter. Rögtön így az előlappal kezdjük szerintem a körutunkat. Hát az eleje nem lett éppensége túl csicsázva, ugye a kínai cuccoknál ez egy elég bevett gyakorlat, hogy mindenféle kis bizbaszt, meg 6000 ikont, meg mindenféle színkompozíciót felhasználnak a csomagolás színesebbé tételének érdekében. Ez jó volt, pedig még energiaitalt se ittam. Viszont a legfontosabb tulajdonságokat felsorolja a csomagoláson, például azt, hogy MPEG 4-es formátumot használ a videó rögzítéshez, végé a felbontásban rögzít, jó, mondjuk ez egy 2006-os kameránál még nem meglepő, és 30 FPS-sel rögzít, ez viszont egész jó. 10 megapixeles fényképeket képes készíteni, hát erősen feltételezhetjük azt, hogy ezt interpolált üzemmódban képes megtenni. És akkor tovább menne Video Light. Magyarán, hogyha jól tippelek, akkor ez a kamera elején látható kettő darab LED-et jelenti, tehát ez segédfényes ez a kamera, ami nem rossz. Night Shot, hát ugye ez szerintem egyértelmű, tehát éjszakai felvételek készítésére is alkalmas a kamera. Most hirtelen azt akartam mondani, azért csendesedtem el egy pillanatra, hogy a Sony kameráknál van ez a Night Shot-os dolog, ha jól emlékszem, de lehet, hogy rosszul emlékszem. Valami nagyon okosat akartam mondani, aztán rohadtul nem jött össze szokás szerint. Stabilizer, hát most ez fantasztikus angol kiejtés volt. Stabilizátor ugye magyarra fordítva, tehát a kézremegés szépen kiszűri a kamera videózás közben, ezt is le fogjuk majd tesztelni. Picture frame, hát ha jók a sejtéseim, akkor lehet effektelni az elkészült fényképeket, tehát mindenféle ilyen viccesebb fotó kereteket lehet rá applikálni a fényképekre, amiket elkészítettünk, szerintem. Webcam, hát ugye webkameraként használható a kamera, ami egyébként egész jó lehet, mert ugye beépített segédfénye van a kamerának, tehát ez este is egész jól használható a monitor előtt. Voice recorder, fúha, kamerát diktafonként is használhatjuk, nem rossz, és TV out, na, rá lehet kapcsolni a tévére, és óriás felbontásban, óriás méretben lehet gyönyörködni a saját arcunkban, tehát önimádóknak ez tökéletes, meg hát ugye a családi felvételeket is így egész jól vissza lehet játszani, hogyha az egész család meg akarja nézni a felvételeket. Na, tehát az előlapot egyébként most ki is lőttük, de akkor nézzük az oldalát. Ugye Iptec Pocket DV T100LE, és akkor felsorolja itt az előnyös tulajdonságait a kameránknak. A legkisebb multifunkciós DV, Supers Video, igen, ez most egy tökéletes felolvasás volt. A legkisebb multifunkcionális digitális felvevő. Digital Video. Hát ha jól tudom, akkor DV a Digital Videónak a rövidítése, aztán lehet, hogy én tudom rosszul. Ami támogatja a videó stabilizálást és az éjszakai üzemmódot. Oké. Végé a MPEG 4 videó rögzítés. Egészen 30 képkocka per másodperces sebességgel. Oké. 10 megapixeles állóképek készítése. 2 darab beépített LED, amit videó rögzítés közben is lehet használni. Most ez egy elég szabatos fordítás, ne haragudjatok meg rám érte, azt a nagy hibát elkövettem, hogy ezt nem olvastam végig, mielőtt a felvételt elkezdtem csinálni, úgyhogy most próbálom megfejteni, hogy milyen szövegek vannak rajta. 5:1 digitális videókamera. Azt mondja, hogy digitális videókamera, digitális fényképezőgép, webkamera, hangrögzítő és háttértár. 2006-ban egyébként ez egész flash volt.
És akkor nézzük meg a hátulját a doboznak. Hű, itt azért vannak információk. Hát itt ugyanazokat sorolja föl, csak másféle nyelveken. Magyar nyelv egyébként nem volt a dobozon. Úgyhogy ezt hagyjuk. Viszont itt van, hogy mit tartalmaz a csomag. Leírja itt, hogy mit tartalmaz a csomag. Engine. Komolyan azt írja, hogy motor. Jó, hát ezt fogjuk fel úgy, hogy kamera. Battery. Tehát igen, azt még nem mondtam, hogy kettő darab 2A-s ceruza elemmel működik a kamera, és ezeket mellékelik a kamera mellé. Tehát battery, strap, ez a kész, ugye, amit rá lehet fűzni a csuklónkra, és akkor esetleg kiesik a kamera a kezünkből, vagy el akarják lopni, bár a mai világban erre már nem sok esélyt látok, hogy ez bárki lenyúlná, akkor nem tudják megtenni. USB kábel, hát ez ugye kell az adatcseréhez, CD, na erre később visszatérünk, audio-videó kábel. Ezzel lehet rákapcsolni ugye a tévére, manuál, vagyis használati utasítás, quick guide, vagyis gyors üzembe helyezési útmutató. Na, most már csak megjavult itt a szókiejtési, illetve szóképzési képessége. Vagy mégsem. Azt mondja, hogy software bundle. Na hát ez a CD. Ugye a CD-n ezek találhatók meg, amiket most itt láttok. Instantly make a movie in your style. Gyorsan csinálj egy videót a te stílusodban. Movie autoproducer. Szerintem most sok angolos szörnyűködik a kiejtésemen. Arcsoft Photo Impression 5. Edit, create... Lemaradt az elbetű. Edit, create, print and share pictures. Oké. Kicsit olyan angol száz kiejtésem van szerintem. Arcsoft Media Converter. Optimize your multimedia files to PMP-DV. Ez biztos nagyon jónak számított. Én még soha nem próbáltam ezt ki. Nem is hallottam róla őszintén szólva erről a PMP-DV-ről. Biztos jó lehet. És akkor Arcsoft Media Card, micsoda? Companion. Download, print and share photos in one step. Fú, na ez is jó. Oké, és mi van itt? Ó, itt vannak a hardware specifikációk, hát ezt mindenképpen megnézzük. Sensor resolution, tehát a szenzor felbontásra gondolom, itt a fizikai felbontásra, a natív felbontásra gondol, 3 mega, 2048x1536 pixel. Maximum kimeneti felbontás 10 megapixel, ez meg ugye a csúnyán interpolált felbontás lesz. Digital Video Camcorder, tehát a videó felbontás az lehet VGA vagy QVGA, 640x480-as vagy 320x240-es. Hát ha jól emlékszem, akkor abban az évben sok mobiltelefonnál nagyon menő volt még a VGA felbontás is. Digital Still kamera, tehát a digitális fényképezőgépes hardveres felbontás 10 megapixel, na várjál már. Itt azt írja, hogy 10 megapixeles a hardveres felbontás, itt meg a sensor resolutionre azt írja, hogy 3 megapixel. Akkor a hardveres felbontás hogy lehet 10 megapixel? Jó, lehet, hogy csak én nem értem. 5 megapixel, 3 megapixel, 1 megapixel, jó. Webkamera VGA és QVGA, tehát ugyanazok az üzemmódok elérhetők, mint kamera üzemmódban. Digital Voice Recorder, ugye a hangrögzítő. Ó, még a lencsét is leírja, hogy milyen. Négyszeres digitális zoom, tehát optikai nincs benne, mondjuk ez nem meglepő. Másfél colos TFT LCD kijelző, fúha! Beépített videófény, és akkor external memory. Maximum 2 GB-os SD kártyát rakhatunk ebbe a kamerába, és USB 2.0-val kommunikál ugye a PC-vel, rákötjük, és igen, itt írja, hogy az elem az 2 darab AA, tehát duplás elem kell hozzá, és akkor a méretek, hogy 86x72x36 mm. És említést érdemelnek még a rendszer követelmények, úristen, Windows 2000x XP, Vistához még nem is ajánlották ezt a kamerát, Pentium 3-as vagy a fölötti CPU kell hozzá, 128 MB rendszermemória, 64 MB-os grafikus kártya, CD-ROM, szoftver, Windows Media Player, Kotex, azt a mindenségét, és akkor ugye kell hozzá USB csatlakozó is, mondjuk ez tényleg nem meglepő. És konkrétan végig is néztük az egész dobozt, mert a két oldalán nincsen semmi, ez ilyen oldalra kilökős féle doboz, féle stílusos megoldás. Hogy kilöki oldalra az ember, és akkor ki lehet nyitni, és akkor még ezt is ki kell bontani. És akkor ebből kihúzol egy tálcát, mint a grill csirkét a sütőből. Na. Egyszer-kétszer már kiszedtem egyébként a dobozból ezt a kamerát, de soha nem próbáltam ki, soha nem üzemeltem be. Na de nézzük akkor, mi a helyzet itt. Csak azért lássam, mi van benne.
Na ez az a CD, amiről ugye beszélt. Elkezdtem csuklani, hát nem igaz. Tehát ez az a CD, amiről beszélt ugye a doboz külső részén található leírás. Hát ebben nem fogunk szerintem belenézni. Akkor itt vannak a papírok. Digital Camcorder User's Manual. És akkor Quick Guide is gondolom ebben van benne. Ugye a gyors üzembehelyezési útmutató. Szerintem ez az. Hát ez elég erősen oroszul van. Fasza. Várjál. Lengyel, szlovén. Ez az a papír, ami ugye a garanciális feltételeket írja le. Biztonsági tudnivalók. Lehet, hogy a gyors üzembehelyezési útmutató az a magyar használati utasítás, ami ez lesz. Ennél fénymásoltabb használati utasítást én még életemben nem láttam. Egy A4-es papírra vannak lefénymásolva tudnivalók. Digitális camcorder használati utasítás. Hát ebbe csak a poén kedvéért kukkancsunk bele. Biztonsági előírások. Ne ejtse le, ne lyukassza ki, ne szerelje szét, mert akkor a garancia érvényét veszti. Hát nem tudom, hogy aki írta ezt az egészet, annak hogy jutott eszébe, hogy valaki ki fogja lyukasztani a kamerát konkrétan, de azért kíváncsi lennék a sztori hátterére. Kerülje el a vízzel való érintkezést, és a használat előtt szárítsa meg kezeit. Tehát pisilés utáni felhasználás erősen kerülendő. Ne tegye ki a kamerát magas hőmérsékletnek, vagy ne hagyja erős napsütésben, ez károsíthatja a kamerát. Jó, mondjuk ez érthető, mert hőre olvadó műanyag a külseje. Jó eséllyel, úgyhogy eldeformálhatja a napfény, akár. Óvatosan használja a kamerát, kerülje el a kameratest erős szorítását, akkor vécézés közben sem használhatom, bakker. Saját biztonsága érdekében ne használja a kamerát viharban vagy villámláskor. Most röhögni fogtok, de volt, hogy én kimentem és lefényképeztem magamat, hogy szakad az eső, de olyan szinten szakadt az eső, hogy mintha zuhanyrózsa alatt állt volna az ember, és közben ilyen metal headbangelős fejet vágtam hozzá, egész jó kis fotó lett, de szerintem nem fogom megosztani. Ne használjon különböző specifikációjú telepeket. Hát ez alatt arra gondolnak, hogy ugye ne keverjük a tölthető meg az alkáli elemeket, akkumulátorokat, mert nem biztos, hogy az úgy jó. Ez komoly károsodáshoz vezethet. Ha hosszabb ideig nem használja a kamerát, vegye ki a telepeket, mivel egy elhasznált telep károsan hathat a kamerára. Bizony, hölgyek, urak, régi rádióknál figyeltem ezt meg, hogy ha az elem benne marad a rádió testben, akkor egy idő után kifolyik belőle a sav, és szépen elkezdi mardosni a fémérintkezőket a rádión belül, ami nem túl jó. Vegye ki a telepet, a szivárog vagy repet, pontosan erről beszéltem. A sav által okozott kár nem garanciális esemény, nem kérem szépen, ez felhasználói error, hogy úgy fogalmazzunk. Csak a gyártó által ajánlott tartozékokat használjon, ha egyáltalán van hozzá, tartsa a kamerát gyerekektől távol. Hát, mai világban ez inkább gyerekeknek jó szórakozni egy ilyen kamera. Hát egy Full HD kamerát nem adnék egy kisgyerek kezébe, legalábbis én így vagyok vele. És akkor még gyorsan lapozgassunk bele, elemek behelyezése, SD-MMC kártya behelyezése, az LCD kijelző, igen, ugye a másfél szobas LCD kijelzőnek a leírása, camcorder összekapcsolása egy TV-vel, ezt lehet, hogy ki fogom próbálni, itt a Sony TV előttem. Menü cikkek kameramódban, azt a rohadt mindenség. Elég kombinált menüje lehet. A fogyasztási cikk meghibásodása esetén a fogyasztó választása szerint kijavítás vagy kicserélés követelhet. Most elképzelem, hogy verik széjjel a pultot a vevők, hogy én azt akarom, hogy cseréljétek ki, bakker! Poénos lehet. Jó, hát ez ennyi előre ennyi. Úgyhogy a papírokat szerintem kilőttük, és akkor nézzük, hogy mit tartalmaz a kis tálca hardveres szinten, ugye mik járnak a kamerához, először azt tekintsük át. Hát kétféle kábelt kapunk hozzá. Az egyik ugye az USB kábel, ami mini USB csatlakozós egyébként. Itt látható. És ugye USB 2.0-as kommunikációt tesz lehetővé a fényképező a számítógéppel. És akkor itt van az AV kábel a TV-hez való rákapcsolódás lehetőségének kihasználásához. Most ebben elég furán fogalmazok, ezt bocsássátok meg nekem. Pedig nem ettem is, nem, illetve ettem, igen, tükörtojást ebédeltem, viszont nem ittam se sört, se energiaitalt, csak csapvizet. Úgyhogy elvileg semmi bajom nem lehetne, ha csak a tojással nem volt valami probléma.
És akkor ugye ez megy a kamerába. És kapunk hozzá ugye elemeket, ezt ha minden igaz, akkor említette a csomagolás. Igen, említette. Azt mondja, hogy per dír, pár szarvas. Hát nagyon szabadosan lefordítva ezt jelenti. És azt mondja, hogy szavatossági időt meg kéne nézni. Na, fókusz kérnék szépen. Így van. 2012 első hó. Igen, ez egy ideje már. Egyébként ez most egy érdekes teszt lesz abból a szempontból, hogy én ezeket az elemeket berakom a kamerába, és kíváncsi vagyok, hogy elindul-e róluk. Sőt, tudjátok mit? Most ki is bontom őket. Igen, történelmi esemény következik, ha találnék valami vágóeszközt. Volt itt egy óló valahol, ezzel óvatosan ki tudnám bontani. Várjál már. Jó, egy pillanat, mindjárt meg lesz az. Hát jó, most az lesz a helyzet, hogy egy csavarhúzóval fogom felsérteni a csomagolását az elemeknek, és akkor így fogom kibontani. Simán meg lehet egyébként oldani. Csavarhúzóval egyébként sörös üveget tök jó ki lehet nyitni, csak így tippként mondom. Ha ügyesen csináljátok, ha nem, akkor átszúrjátok a kezeteket, mint hogy velem már egyszer előfordult. Oké, kibontottam az elemeket. Egyébként most megint egy érdekes képfelvételi setupot állítottam itt fel az ágyon, ugyanis itt van az orsós magnó, ami egy korábbi videómban szerepelt, most arra raktam rá a kamerát a kis tripodjával együtt, és akkor most így veszem fel az egészet. Na, kibontottam az elemeket, ezeket félre is tesszük, és akkor a legvégére hagytam a legérdekesebb fincsiséget, kérem szépen, a videókamerát. Most akkor ezt most jól kiszedem a csomagolásából, és akkor nézzük meg. Na hát itt van az itt van az iTech logo, Digital Camcorder, és még rajta van a gyári védőfólia, és esküszöm úgy néz ki ez az egész kör alakú logo, mintha egy sörös kupakot beleöntöttek volna a kameratestbe, rohadt poénos egyébként. És akkor forgassuk körbe, az érdekesebb részeket tekintsük meg, 4-szeres smart zoom, nézzetek hülyének, fogalmam nincs, hogy ez mit jelent, és akkor, ha minden igaz, akkor nekem ez a gyűrű itt fémnek tűnik rajta. És akkor nézzük tovább. Analóg fényképezőgépeken láttam ilyen kapcsolót, hogy normál képkészítés és makró közti váltás. Nem tudom, hogy ez most befolyásol-e valamit. Így külső kinézetre, tehát látok-e valami elváltozást úgymond a lencsénél, de nem látok semmit. Hogy így kapcsolgatom, rohadt nehezen jár egyébként ez a kapcsoló. És egy mikrofon, ha minden igaz, a tetején, ez a kis lyuk. És akkor itt van a fényképezőgép készítése, fényképezőgép üzemmódnak az aktivátora, ezzel lehet állóképet készíteni. Hátulján van talán a legtöbb érdekesség, videófelvételt ezzel a gombbal lehet elkezdeni, és akkor ezekkel a gombokkal lehet navigálni a menüben. És akkor van ez a kis gumi fedlap, emögött van a mini USB csatlakozó, illetve az SD kártyának a bővítő nyílása. És most nem vagyok biztos benne, hogy amikor a tartozékokat soroltam fel, akkor micro USB-t mondtam, vagy mini USB-t? SB, az micro USB-t, vagy mini USB-t mondtam-e a kábel típusára, de majd kiderül. És akkor ezt az oldalt megnézve láthatunk még ilyet, hogy igen, ugyanazok vannak felsorolva, mint a dobozon. És egyébként ez az elemtartó fedél, ezt lehúzva itt rakhatjuk bele a kettő darab ceruzaelemet a kamerába. És ha jól látom, akkor ott van a hangszorónak a membránja. Szerintem ez még így is tisztán látható. Ott az ujjamnak a hegyénél a kis résbe benéztek, akkor ott láthatjátok ezt a dolgot. És pont azt néztem így hirtelen, hogyha ha én visszateszem az elemtartó fedelet, akkor vajon a hangszóró membránt fölsírti ez a kis bizbasz, ami ugye beleakad a kamerának a testébe? Ez mondjuk egy érdekes kérdés. És akkor az alján nem látunk még egyéb érdekességet, csak azt, hogy rá lehet tenni ugye tripodra ezt az egész kamera alkalmatosságot. Made in China, hát ezen nem lepődtem meg. És akkor ott is írja, hogy 2 darab 1,5 voltos duplás elem kell bele. Na, de szerintem rakjuk bele az elemeket, és akkor nézzük meg, hogy mi a helyzet a működésével kapcsolatban. Most ez érdekes lesz, hogy elindul ezzel az elemmel. Szóval
mondja, hogy így. Jó, most elvileg most már kapja az áramot ez a kis kamerácska, úgyhogy bekapcsolás... Na hát ez gyönyörű volt. Bekapcsolása készen áll. Kicsit bizonytalan a visszapattanása az elemtartó fedélnek. Na nézzük! Azt a rohadt mindenségét, és bekapcsolt. Ja, gyerekek, legfontosabbat nem említettem. Xenon vaku. Ilyet én kézi kamerán nem igazán láttam, tehát ez egy igazi érdekesség ebből a szempontból. Na de nézzük, elvileg nekem ezt a fóliát most le kéne szednem. Tudjátok mit? Leszedem. Egyébként azt nem mondtam, de nekem van még egy ugyanilyen kamerám, tehát kettő ugyanilyen kamera van itthon. Az tényleg nincsen kibontva, azon még a fólia is rajta van. És tessék. Azt ugye el is fogom tenni így a kütyűgyűjteményembe. Hát a... Ugye a kijelzőt nem lehet forgatni. Tehát ez így fix, ahogy van. Na, valami teszt objektumot akkor keresünk neki, amire fényképezhetek, meg videózhatok. Mondjuk ez a csavarhúzó tökéletes lesz. És akkor nézzük. Nem is tudom, hogy hogy illik ezt fogni, úgymond. Most akkor így fogjam meg? Így fogom meg. Jó, így jó lesz. És akkor... És az elem visszajelző full töltöttséget jelez, illetve teljes kapacitást jelez az elemnél, tehát ez az elem gyakorlatilag baromi jó állapotban van szerintem. Na nézzünk bele a menübe viszont. Itt talán még látszik is valami. 3 megapixeles felbontásra van állítva gyárilag a fényképezőgép üzemmódban a cuccos. Poénból csináljunk egy 10 megapixeles. Várjál már, most arra vagyok kíváncsi, hogy a belső memória az akkor most hogy van. Hogy azt visszajelzi-e, most így próbából csinálok egy fényképet. Na még egyet, mert szerintem ez homályos lett. Lehet, hogy csak így visszanézve tűnik úgy, hogy homályos lett az elkészült fénykép, de majd meglátjuk. Tehát most csináltam egy 3 megapixeles felbontású képet, és akkor nézzünk egy 10 megapixeles felbontású képet. Ezeket egyébként a YouTube videóba be fogom vágni, majd szerkesztésnél. Tele a memória. Hát akkor gyerekek, más megoldás nincsen, én ebben rakok egy SD kártyát. Van egy 256 MB-os microSD kártyám átalakítóval. Úgyhogy ezt most szépen belepakolom. Oké, most elvileg kikapcsoltam. És hirtelen azon gondolkoztam, hogy ha hosszan kell nyomni a gombot, hogy kikapcsoljam, vagy rövid ideig. Mindegy, hát most röviden megnyomtam, és akkor ki is kapcsolt. Na, azt mondja, hogy... 256 MB-os kártya. Oké, ezt beletesszük. Ugye microSD kártya átalakítóval. És akkor nézzük, hogy így kell ezt belerakni, vajon? Igen, bele is pattant, és akkor kapcsoljuk vissza. Ez a tipikus kínai indulózene, ez készen van. De nézzük, hogy megőrizte a beállítást. Igen, 10 megapixelre van állítva most a felbontás. Így van. És most jelzi is, hogy van SD kártya a fényképezőben. És már merült az elem 1/3-ot, úgyhogy szerintem egy kicsit belehúzok. És 10 megapixeles képet csinálok. Nem, várjál csak, először csinálok egy 3 megapixeles képet a memóriakártyára, és utána egy 10 megapixelest. Jó, és akkor átállítjuk 10 megapixelre. Utána meg illene azért végignézni a menüt, hogy mit tud ez a kis cuccos. Oké, most 10 megapixellel fotóztam. Állítsuk vissza 3 megapixelre. És be kéne kapcsolni majd a vakut is. Csak azt majd meg kell néznem, hogy hol kell. Na, de akkor nézzük, hogy mi itt a helyzet. Most ugye fényképező üzemmódban van a kamera, tehát most a fényképező menüt tudtam előhívni. Ugye a resolution az teljesen világos, az ugye az a felbontása a képnek, self-timer, ez ugye az önkioldónak a számlálója,
na, hogy mondják ezt, időzítő, na, igen, flash, na, itt lehet bekapcsolni a vakut, oké, ezt be is kapcsolom, two in van, fogalmam nincs, hogy mit jelent, de majd kiderül. Na jó, egyelőre ezt nem erőltetjük. Na, be van kapcsolva a flash, nézzük akkor, hogy ez hogy működik. Mondjuk így nappali világosságban sok értelme lesz. Jelzi a kis LED felül, hogy éppen tölt fel a vaku. Na. Emlékszem rá annak idején, mikor a filmes fényképezőgépek voltak úgymond divatban. És akkor folyamatosan azt lestük, hogy a vaku mikor tölt föl, mikor lehet normálisan fényképezni, mert azok ilyen 24 meg 36 kockás filmekkel mentek. Az kemény volt, azért ott az ember meggondolta, hogy mit fotózzol és hogyan fotózzon, mert egyrészt ugye nem tudtad visszanézni a végeredményt, másrészt rohadt drága volt előhivatni a filmet. Na mi van már? Na jó, megpróbálom elsütni úgymond, még villog a LED rajta egyébként. Még tölti a strobe... Mi? Jó, még tölti a villanófény, de hát meddig tölti már, bakker? Jó, van már, teljesen leszedi az elemet. Jó, álltsunk át inkább VGR, illetve VGR videórögzítési módra, most meg kikapcsolt a kamera. Na, visszakapcsol vajon? Jó, megvan, kezd meghalni benne az elem sajnos. Jó, hát akkor a vakut nem erőltetjük. Ja, most már megy a videózás, gyerekek. Ahogy megnyomjátok a videót, rögtön elkezd venni. Na hát akkor nézzük. Oké, ez az első. Mi van? De most egyébként nem is jelzi, hogy van benne memóriakártya. Na jó, ennek járjunk utána. Nem mond már, hogy egy 256 megabajtos kártyát megtöltöttem 3 fotóval, meg egy 8 másodperces felvétellel. Itt valami gyanús. Jó, kikapcsolt. Hát a jó öreg trükköt próbáljuk meg. Kiveszem a kártyát, visszateszem a kártyát. És akkor próbáljuk meg megint bekapcsolni, de most videóüzemmódban. Érdekes egyébként, hogy a kamera rögtön fényképező üzemmódban kezd, és nem videó üzemmódban. Na viszont így próbáljuk meg előhívni a menüt. De így meg nem lehet. Ja, bocsánat, egyébként én mondtam hülyeséget. Tehát itt engem ez a fényképező ikon zavart meg egyébként. Tehát itt vannak a videó felvételi tulajdonságoknak az állítási lehetősége is. Most a two-in van, nem ér van, azért felkiáltójel. Ez előbb még nem ez volt, na mindegy, video resolution. Most a stabilizátor gyárilag be van állítva? Nincs. Na erre kíváncsi leszek egyébként. Smart zoomot nem kapcsoljuk be. Fehér egyensúly. Na, azaz. Effektelés persze itt is van. Video light. Na, ez egy érdekes dolog lesz. Aha! Ez az, bekapcsolt a videófény, azt a rohadt mindenségét. Jó, mondjuk így nappali világosságban az annyira nem látszik, de majd kipróbálom lenne a pincében is a felvételt. Sőt, tudjátok mit? Le is megyek, aztán kipróbálom odalent. Menüből most kilépek. Fú, a mindenség itt neki. Jó, ezt azért kikapcsoljuk, mert rohadtul le fogja meríteni az elemet. Na, menjünk le a pincébe. Na, tele lett a tököm most már. Kétszer is kikapcsolt itt kb. Fél perc alatt a kamera, mert az elemek már mégsem olyan jók, mint ahogy én azt feltételeztem. Na, de azt akartam elmondani, hogy itt vagyok most lenne a pincében, ahol ugye a Pince lakó lettem című videó is készült. És most, gyerekek, úgy nézzétek a felvételt, hogy sötét van lenne a kamerában, sötét van lenne a pincében, csak egy kis ablakon keresztül szűrődik be a fény, meg a zaj, hogy rohadjon meg.
és be van kapcsolva a videófény, ugye, amit nagyon reklámozott a kamera. Hát kérem szépen, így kb. Ennyit ér. Most kb. Egy 30 cm-re vagyok a kazánunktól. Viszont azt hozzá kell tenni, hogy a Night Shot még nincs aktiválva, akkor most azt is bekapcsoljuk. Na hölgyek urak, most a híres nevezetes Night Shot is működik, de ekkor elég csúnya FPS vesztési számokkal kell itt számolnunk. Ugyanis láthatjátok, hogy az a minden, mint hogyha be lennél rúgva, komolyan mondom, tehát olyan effektet képzelj el. Láthatjátok, hogy ez egy kicsit szétmosódik, hogyha mozgatjuk a kamerát, tehát itt... Viszont itt most már elég jó hatásfokot, elég jó hatásfokot el lehet érni felvételek terén, viszont hát... Tisztára, mint hogyha a Max Payne-nek az ilyen bedrogozós részeivel játszana az ember, úgy néz ki most ez az egész cuccos. Hát egyébként a hangminőségre leszek még kíváncsi, gyerekek, arra nagyon kíváncsi leszek. Viszont egész korrekt, így most már a világosság a videónak, azt kell, hogy mondjam. Ott van a szerszámos polc, és akkor ott van a kazán. Hát fantasztikus lehet a két minőség, már így a kis kijelzőn látom, hogy hogy fog ez kinézni. És itt van egy rossz mosógép is. Na de várjál, oké. Most akkor ez így rendben van, hogy az éjszakai módokat teszteltük. Viszont nézzük meg, hogy normál körülmények között milyen jó felvételeket lehet vele csinálni, mondjuk kinn a kertben. Itt vagyok most kinn a kertben, és most ugye süt a nap, elég szép idő van kint, úgyhogy így most meg tudjuk nézni, hogy nagyjából perfekt időjárási tényezők mellett nappal milyen képet készít ez a kamera. Na, szerintem videózunk növényeket, mert az mindig egy hálás téma volt videó, illetve képkészítés terén. Hát ezek a bogyók még nincsenek megérve. Viszont nézzünk el errefele. Kamerázzunk le néhány bokrot. Hoppá, ott van egy méhecske. Hát ezt biztos nem fogom tudni elkapni, vagy ő kap el engem, azt jól megcsíp, úgyhogy inkább nem kísérletezem vele. Kíváncsi leszek, hogy a zöldet mennyire adja vissza a zöld színt. Hát így a kis kijelzőn keresztül nem sokat látok, mert süt a nap, és egy kicsit sok így az ellenfény a kijelzőt illetően. Na, jó, most nagyjából oké. Hát így elnézésre nem rossz. Na tisztelt hölgyeim és uraim, rácsatlakoztattam a televízióra a kamerát, és most meg fogjuk nézni, hogy televízión keresztül milyen képet ad ez a kis képrögzítő eszköz. Ugyanis direkt ebből a célból készítettem egy kis demonstráló videót, amit ezen a tévén fogok lejátszani. Egyébként én komolyan azt hittem, hogy ezen a fényképezőgépen, illetve ezen a videókamerán nincsen visszajátszási mód, aztán végül is megtaláltam és rájöttem, hogy én voltam a kuki ebből a szempontból, úgyhogy nézzük. Oké. Bekapcsolt a kamera, és most azt kérdezi, hogy a kimenetet, amire ugye rákötöttem az audio-videó kábelt, azt most fejhallgató kimenetként kezelje, vagy TV kimenetként? Hát én a TV kimenetet választom, mert nem csak hangot szeretnék hallani. Nézzük. Ó, tökéletes, itt vagyunk. És rögtön úgy kezdünk, hogy hát egyfajta megfigyelő kameraként működik a kis képrögzítő eszközünk. Nézzük, hogy... Úristen, na jó, inkább vissza ide. Na, nézzük a visszajátszási módot. Hát ugye van itt egy mód és visszajelzési gomb itt a kamera hátulján, azt kell megnyomni, és akkor bejön egy ilyen fantasztikus menü, és akkor itt ugye a kamera van kiválasztva éppen aktív működési tényezőként. Ha lejjebb megyünk, akkor a playback lesz kiválasztva, ha még lejjebb megyünk, akkor ugye a hangrögzítőt hívjuk elő, azt a mindenségét. És hogyha még lejjebb megyünk, akkor már a settingsbe megyünk bele. Hát szerintem ez ugyanaz. Nem, ez nem ugyanaz. Itt már kvázi a rendszer beállításokat érhetjük el. Na jó, hogy ezt is megnéztem. Igen, elég hasonló a menü a mostanság használt fényképezőgépek menüjéhez. Default, ugye itt lehet visszaállítani a... Kezdjük a legelejéről. Beep, ugye, hogy sípoljon-e a kamera, jelezzene vissza, hogyha valamilyen tevékenységet csinálunk éppen vele. Képfrissítési frekvencia, hát ez 50 Hz-ra van állítva. TV out, ugye az, a TV out, a TV kimenet az ugye PAL szabványra van állítva. Icon, ez vajon mi lehet? De hát, hogyha ezt kikapcsolom, akkor nincs az a sok kis bizbasz a sarkokban. Lehet, hogy az.
LCD Bright. Ugye a kijelzőnek a világosságát állítja, a hangerő. Ugye ez a hangerő, format, ugye itt formatálni lehet a memóriakártyát. Automatikus kikapcsolás, hát ez a hármas gondolom azt jelenti, hogy 3 percen belül kapcsol ki. Na, a language. Van esetleg magyar benne? Nincs. Jó, hát akkor maradunk az English-en. USB mód. Aha. Tehát akkor lehet lemezként kezelni a kamerát számítógépen. Kameraként gondolom így lehet a webkamera funkciót aktiválni. Hát és ez a menü egyébként fogalmam nincs, hogy mi lehet, de inkább hagyjuk. Start movie. Gondolom, hogy amikor bekapcsoljuk, akkor megjelenik ez a színes íze, és akkor hogy ez legyen, hogyha bekapcsoljuk. És a default ugye az, hogy visszaállítjuk a rendszerbeállításokat. Na, hát de akkor menjünk a lejátszási üzemmódra, és akkor nézzük. Igen, egy felvétel van a kamerán, ezt most készítettem. Ilyen, nem egy felvétel van rajta, bocsánat. Csak azt jelezte ki éppen. Várjál, copyright probléma lesz, inkább levesszük. Na, tehát akkor most ezt azért készítem ezt a felvételt, hogy akkor lássuk visszajátszási módban televízión keresztül, hogy néz ki ennek a kamerának a képe. Úgyhogy ez most egy elég rövidke videó lesz, ez tényleg csak a hangot meg a képet demonstrálja. Na, úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet. Csak azért ebből basztus ez egy elég ismert zene, ami megy éppen az orsókról. Úgyhogy ezt inkább le is állítom, és akkor ki is kapcsolom. Hát ez egy fantasztikus videó lett. Na, én azt vettem észre, hogy a képminőség egész kellemes így tévén visszanézve, viszont a hang az egyrészt rohadtul torzít, pedig nem beszéltem hangosan. Másrészt a kameratestnek a recsegése, ugye, ami a hát, kicsit szegényesebb illesztések miatt adódik, az így rohadtul belehallatszik a felvételbe, hogyha kicsit elkezdem így mozgatni a kamerát a kezemben. Hát összességében nem rossz, bár a hang egy picit úgy lehúzza. No, összefoglaló következik, tisztelt hölgyeim és uraim, mit lehet elmondani erről a kis szerkezetről? Hát, mai szemmel nézve kicsit már viccesek a specifikációi, tehát a mostani 4K 60fps-es kamerákkal szemben már nem igazán rúghat labdába maga szerényke kis 640x480-as videó felbontásával, viszont azt hozzá kell tennem, hogy annak idején 2012-ben, mikor én elkezdtem videózni, akkor egy hasonló tulajdonságokkal megáldott fényképezőgéppel kezdtem el az egészet. Az egy Sony DSC S60-as típusú fényképezőgép volt, és ha jól emlékszem, akkor a 18. születésnapomra kaptam ajándékba, ami nem éppenséggel tegnap volt, mert ezt 11 évvel ezelőtt kaptam, ezt a fényképezőgépet, és akkoriban ez nekem tökéletesen megfelelt, aztán próbáltam én is minél hamarabb átállni a HD-re, azért ezt bevallom nektek őszintén, de akkor ez tökéletes volt az első videóhoz. És korábban már szerintem említettem a videóban, hogy kisgyerekeknek ez tökéletes lehet, ez tényleg így van. Tehát, hogyha egy gyereknek odaadod, hogy jó, most egy pár éves gyerekre gondoltam, egy mondjuk 5-6 éves gyereknek odaadod, hogy tessék fiam, saját videókamerát csinálj vele, amit akarsz, akkor lehet, hogy ki fog ugrani a bőréből örömében, és ezzel fog járkálni egész nap, hogy fú, ő most kameráz mindenféle földi jót, és hogyha összetöri, elhagyja, vagy tönkreteszi, akkor nem kár érte, abból a szempontból mindenképpen tökéletes. Egyébként a fényképező gépnek a minősége szerintem nem rossz, bár a videónál ugye voltak problémák, ezt láthattátok, de összességében ez annyira nem vészesen rossz, hogyha retro szemmel nézzük a dolgot. No de, köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a kis kicsomagolásos bemutatót, további szép napot kívánok mindenkinek, sziasztok!